Sziasztok, kedves nézők! M3 Autópark, Concerto a kis bal kezével, egy Peugeot kormánynak álltunk, ültünk ide szembe. Az autónk egy 307-es, 2007-es évjáratú autó, 140 ezeret futott. Igen, szép állapotú és jól felszerelt darab. Mindkét kulcsa megvan, és ha megnézzük a gyújtásra tesszük, ABS, ESP, a motorkontroll is el fog aludni, az olaj is rendben van. Így igaz, tehát egy működőképes jó autóról beszélgetünk, egy 1.6 benzin és 110 lóerős ez az autó. Felső kijelzős kormány mellől alul vezérelhető CD rádiónk van, be tudjuk magunkat zárni, menet stabilizátort ki tudjuk kapcsolni, ezen kívül két oldalra vezérelhetjük a digitális klímánkat, és nagyon szép bőrbevonatú, ugye kormányunk van, és a váltó harangunk és a gombja is ilyen kis bőrbevonatú könyöktámasz. Kikapcsolható légzsák, ezen kívül itt Concertónak szólunk, hogy nyissa ki az ajtót, és a kesztyűtartónk is, ugye tele tömhető hideg sörrel, esetleg jobban a meleg sörrel, amit szépen lassan meghűt majd a kesztyűtartónk. Feri és Peti itt van velünk, sziasztok, üdvözlök benneteket is, itt van a vezetett szervizkönyve az autónak, lehet követni a kilométer óra állásokat, lehet nézegetni. És azt is lehet nézegetnünk még, hogy ha esetleg ugye elaludnánk, hátra döntenénk az ülést, akkor láthatjuk a csillagos eget, gyönyörű szép panoráma, üvegtetős autóról van szó, és ha már itt vagyunk, akkor láthatóan, hogy sok légzsák van benne, függöny légzsák is helyet kapott ott a B oszlopban. Itt balkész felől 4 elektromos ablakvezérlő, gombocska és tükör, jobbra-balra állítható kormány és ülés magasság, és ha belenézzük a hátsó részébe, akkor itt sok minden jót tudunk mutatni, például a hátsó utasnak van pohártartója, illetve itt a hátsó rolló, és itt van az ülés sor, ami kibillenthető, lebillenthető, átfordítható, kiszerelhető. Egy-két mozdulattal persze, félkezes vagyok így. Így tudunk beszállni hátra, itt van a többi két ülés, hiszen az autó 7-es darab személye rendelkezik, úgyhogy papa, nagymama, gyerekek, és még a kutya is elfér itt a hátsó ülés sor mögött. Azért nagy kutyánk ne legyen, hiszen itt már ilyenkor túl sok hely nem található, de egy ilyen kis vékony berendezésű kutya még ott el fog férni. Nagyon szép különben a karosszéria, szép a szín is, a jól megy hozzá, és mivel látjátok, esik a hó, szépen lassan a gépjárműben ugye téli gumi van, nem kell vásárolni ilyet. Van kötfényszóró, hogyha jönne esetleg ilyen párás idő, és hallgassuk meg a mociát. Csendesen és nyugodtan dolgozik, a 110 lóerős benzinmotor benne, várja az új gazdáját, legyen a tiétek ez a gyönyörű szép 307-es kombi verzióban. Várunk benneteket, sziasztok a viszontlátásra!